áruk szállítására és mozgatására már az ókortól használtak eszközöket, de ezek ötvözését és a motorral hajtott változatot csak a 20. század kezdetén alkották meg. Innentől azonban a targoncagyártás impozáns fejlődést mutat, és mára se szeri, se száma a targoncafajtáknak. A targonca fontos segítség nehéz súlyok emelésekor, raklapmozgatásnál, tárolásnál és rakodásnál. Targoncák nélkül a raklapokat a padlón kellene tárolni, ez sokkal nagyobb helyigénnyel járna, kézzel történő mozgatásuk pedig sok-sok ember kimerítő munkáját követelné meg. Bármely nagy gyártó vagy kereskedő megmondhatja, hogy emelő és anyagmozgató gépeik nélkül semmire sem mennének. Lássuk, hogyan dolgozik egy mai targonca vezető. Szilágy István vagyok, 10 éve dolgozom targonca vezetőként. Azért szeretem csinálni, mert mindig változatos munkák vannak, szeretek vezetni, mindig más feladatot kell csinálni, mindig más-más dolog, autópakolások, leszedések, anyagtárolás, pakolás. A targonca vezető robbanó motoros vagy villanyüzemű targoncával teherszállítási és anyagmozgatási feladatokat lát el. Mindennapos tevékenysége tömeg és darabáruk, illetve anyagok emelése, polcra helyezése és egyéb mozgatása szállító és emelővillás targoncák alkalmazásával. Nem gond neki műszaki dokumentációt olvasni, azt a gyakorlatra lefordítani, és egy adott feladatra ő maga is bármikor össze tud állítani egy ilyet. A műszakkezdés előtt elvégzi a szükséges biztonsági és üzemi ellenőrzéseket. Elkészíti, kitölti a munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumokat, ellenőrzi a mozgatásra kerülő teher tervezését, útvonalát, elhelyezési helyét, majd biztonságosan végrehajtja a teher emelését és mozgatását. Munkája közben rutinszerűen használja az előírt egyéni és csoportos védőeszközöket. A biztonsági és környezetvédelmi előírásokat ismeri, betartja és másokkal is betartatja. Ha a közúton kell haladnia, maradéktalanul a KRESZ szabályainak megfelelően közlekedik. Tud targoncát és munkagépet javítani, elvégzi felülvizsgálatukat, szervizelésüket, és az időszakos vizsgára is ő készíti fel ezeket. A gépek állapot felmérése is az ő felelőssége, nem okoz neki nehézséget az ügyfelekkel való kapcsolattartás sem. A targonca vezető többféle géppel dolgozik, hiszen munkafeladatonként más-más fajtát kell alkalmaznia. Ennek megfelelően van homlok targonca és komissiózó targonca, valamint oldalemelő, tolóoszlopos és tolóvillás is. A targonca vezető használ még különböző célszerszámokat és kéziszerszámokat is. Vannak mérőműszerei, kisgépei, emelői és prései. Nem nélkülözheti az egyéni védőeszközöket és a munkabiztonsággal és környezetvédelemmel kapcsolatos tárgyait sem. Munkájában ismeri és alkalmazza a korszerű számítástechnikai eszközöket. A munkánk legfontosabb része az áru összekészítés, ez több fajta áróból van, nem egyfajta árut szerünk össze. Ezt palettára igen, kihozzuk, lefóliázzuk, és ez kerül kiszállításra. 10 éve dolgozom targoncával, több targoncával dolgoztam, ezzel 6 éve dolgozom. Összenőttünk, beceneve is van, könnyen lehet dolgozni vele, könnyen fordul, súlyokat emel, 2,5 tonnáig emel, és gyors. A targonca vezető képes felelősségteljesen megszervezni és elvégezni a munkáját. Együtt tud működni munkahelyi vezetőivel, szakemberekkel a feladatok megoldásában, de munkáját önállóan végzi. Az áruk elhelyezéséhez a térbeli gondolkodáson túl fokozott figyelemre van szüksége, és olykor a fizikai erőllét is hasznára válik. Hát a jó targonca vezetőnek az egyrészt nyugodtan kell targoncázni, oda kell figyelni mindenre, főleg az emberekre. Többen vannak körülötte. Amire nagyon oda kell figyelni a munka során, körülöttünk lévő emberek, tárgyak, dolgok. Ez meg ugye egy olyan targonc, aminek a hátsó fele fordul, eleje mindig helyben van. Tükröket figyeljük, hátul nézzük, van-e valaki, oldalból emberek, milyen súlyt emelek, hogy emelem a súlyt, és hogy viszem, hogy szállítom. A targonca vezető munkáját zárt helyiségben és a szabadban egyaránt végzi, hiszen vagy a raktárból hozza ki az elszállítandó terméket, vagy éppen oda pakolja be. Rakodótéri rázkódásnak nevezik azt a remegést, amelyet a rámpán lévő hepehupák és rések okoznak, amikor a targonca közlekedik, ami krónikus gerinc és nyaki ártalmakat is okozhat. Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a targoncák működtetése önmagában is baleseti veszélyforrást jelent, zajjal jár és sok esetben poros környezetben történik. Mindezen veszélyforrások kellő körültekintéssel végzett munkával, védőeszközök viselésével és a munkavédelmi szabályok betartásával kivéthetőek. Tevékenysége közepesen könnyű vagy nehéz fizikai munkának minősül, feladataitól függően.
de a munkaterülettől függetlenül építéktagokra, lábfejekre van szükség. Jó látása, gyakorlott méretfelismerése és kiváló térlátása könnyíti meg mindennapi munkavégzését. Egyensúlyérzéke sokszor a targonca felborulásától menti meg a rámpán való rakodás közben. Targonca vezetőnek az általános iskola 8. osztályának elvégzése és a 18. életév betöltése után lehet jelentkezni. Jó, ha a tanuló érdeklődik a műszaki kérdések iránt, de pályaalkalmassági követelmények nincsenek, szakmai előképzettség nem szükséges hozzá. Vizsgálják viszont a jelentkezők egészségügyi alkalmasságát. Kizáró tényező az átlagon aluli fejlettség és izomerő, a végtagok rendellenessége, a szív- és keringési rendszer betegsége, a halláskárosodás és az epilepszia. A targonca vezetéséhez építő és anyagmozgatógép kezelője alsó-középfokú szakképesítés megszerzése szükséges a targonca vezető szakmairány elsajátításával, ami felnőtt képzésben 90-140 közötti óraszámban sajátítható el. A targonca vezető szakképesítés birtokában a targonca típusától függően több munkakör is betölthető, mint például a homlok targonca, toló oszlopos targonca, vagy akár komissiózó targonca vezető. Statisztikai adatok alapján bruttó keresetként ebben a szakmában 140 és 200 ezer forint havi fizetéssel lehet számolni. Ez azonban változhat attól függően, hogy a dolgozó milyen életkorú, mely régióban, megyében lakik, valamint hogy a munkáltató esetében állami vagy magán, hazai vagy külföldi cégről beszélünk. Hát azoknak ajánlanám a targoncálást, akik bírják a hideget, több dologra tudnak figyelni, hosszabb ideig bírják a targoncálást. Hát olyan embereknek ajánlom, akik szeretik a vezetést, és nem csak autókat vezetnek, hanem gépeket is oda tudnak figyelni rá, jó a térérzékük. Be tudják mérni a féktávolságokat, a távolságokat, mit hova kell letenni, mennyit kell menni, és hogy kell megközelíteni. És jól bírják a nyári forróságot, meg a téli hideget. A foglalkozásról további részletek találhatók a Nemzeti Pályorientációs Portálon. Készült az Európai Unió támogatásával, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal megbízásából.